Bennünket sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mai témánk az újjászületésnek a csodája, valósága, természete, és majd még meglátjuk, hogy mi minden. Ez kiderül a beszélgetés során. Kísérletet teszünk arra, hogy megragadjuk ennek az egész témának a lényegét. Reméljük azért valamennyire sikerül. Mai beszélgető társaim dr. Varga Iván egyenesen Londonból, Körbisz Tamás és Mr. Elvin az autóm gyülekezet presbitere, és hát Iván is tulajdonképpen az autóm gyülekezetnek a úgymond a presbitere, csak hát Angliából támogat bennünket. Úgyhogy az első kérdésem az, és fiúkat szeretném megkérni arra, hogy tényleg a kérdésre válaszoljatok. Mit értünk az újjászületés alatt? Definiáljuk ezt, tehát tényleg csak és kizárólag legyetek szívesek erre koncentrálni, hogy ez erre válaszoltak erre a kérdésre, ha és amennyiben lehetséges, nem tudom kikezdeni. Hát kezdje a vendég. Vendég? Te tudod a választ? Én nem tudom, de azért kérdezlek. Hát, világra jövetel. Továbbadom a szót. Világra jövetel. Igen, a Szentírás két kifejezést használ, ugye az első, amit a János 3-ban látunk, ez a felülről nemzeni, a másik pedig az új teremtés, és mind a kettőnek nagyon fontos üzenete van. Ugye Jézus azt mondta, hogy nem nemzenek benneteket felülről, akkor semmiképpen nem látjátok meg az Isten országát. És ugye a születés, az élet a nemzés aktusával kezdődik el. Tehát ahogy a természetes élet így jön létre, úgy egy új teremtés is így kezdődik el, egy felülről nemzéssel kezdődik el. És a Bibliának a végcélja és az üstörténelem végcélja az volt, hogy Isten mindent újjáteremtsen. És ez az új teremtés, ez Krisztus által vált lehetségessé. Jézus egyszer és tökéletes áldozata tette lehetővé, hogy az új szövetség létrejöjjön, és az új szövetségnek a legfontosabb mozzanata az, hogy egy ember, aki természet szerint apjától, anyjától, ebben az értelemben Ádámtól született, ne Ádámtól született ember legyen többé elsősorban, hanem felülről nemzett, Istentől született ember legyen. Erre az evangéliumok óriási hangsúlyt tesznek, és gyakorlatilag kereszténynek nem lehet nevezni érdemben, bibliai értelemben olyan embert, aki nem született újjá. Akit nem nemzettek felülről. Akit nem nemzettek felülről, aki nem vált új teremtéssé. És ugyanitt azért mondja Jézus, hogy ami testtől született test az, ami szellemtől született szellem az, hogy a Nikodémussal való beszélgetésben, és azt mondja, ne csodáld, ha azt mondom neked, hogy szükség néktek, felülről születnetek. Tehát itt nyilván Jézus már valami olyat állít, ami meghatározó mindegyikünk számára, amivel ő kicsit mondhatnám azt, hogy a saját születését is vetíti ki, mert hát ha valaki, akkor ő felülről született emberileg is, ugye azt a Szent Szellem árnyékozta be, és ami született, Isten fiának mondatik, ugye így szólt a profécia. Tehát nyilvánvaló, hogy itt a Nikodémus kérdéseire, kimondott és ki nem mondott kérdéseire adott egy nagyon frappáns választ, és rögtön látjuk azt ebből az egészből, hogy a felülről születés és a természetes születés között ugyanakkor a különbség van, mint a földi lét és a mennyei lét között, és a mennyei létben való becsatlakozásunk és abban való létünk, életünk, mozgásunk elképzelhetetlen enélkül. Akkor ez alatt azt érted, hogy ugyanúgy, mint a természetes szinten is, hogy az ember megszületik, egy növekedésre van úgymond predesztinálva. Abszolút. A szellemi értelemben is így van, ez az új teremtéssel is? Teljes egészével. És ahogy mondja János 3-ban idézi János Jézus, hogy ha fölről nem születtek, akkor nem láthatjátok meg Istennek az országát. Ugye fizikai születéssel ebben a világban vagyunk benne, és Nikodémus, ugye mint zsidó tanító,
tudnia kellett volna ezeket a dolgokat, de nem tudhatta, mivel ő csak ebből a földből született, ebből a világból született újjá, természetes módon született újjá is. Mondta Jézus, hogy ezzel a születéssel nem lehet meglátni Istennek az országát, hanem csak aki felülről születik újjá, egy másik világból. Tehát teljesen két különböző világról, lényegről van szó a fizikai valóságban, amire természetes ember megszületik, és egy teljesen más valóság, amikor valaki Istentől újjá születik. Tehát benne van, hogy teljesen új kezdés, egy új élet, és pontosan azzal a predesztinált távlattal, ami előtte van. A természetes ember előtt is van egy távlat, és az új teremtés előtt, mert ugye az újjászületéskor jön létre az új teremtés, amiről világosan beszél az új szövetség, illetőleg a Ószövetségben, a zsidóiratokban a prófiták mind jövendölték és beszéltek előre, hogy lesz egy ilyen újjászületés. Például Ezékielnél is, hogy Ezékiel írja, hogy Isten mondja, hogy új elviszi a kőszívet, és új szellemet ad, és majd az ő szellemét is odaadja. Hát, erről az új teremtésről is beszél Jézus, amikor az újjászületésről beszél, hogy aki nem születik felülről, nem születik még egy másik világból, soha nem tudja látni, érzékelni ezt a világot, mert nem abból a világból van. Más dimenzióban. Tehát akkor ez azt is lehet érteni, hogy növekszik az új teremtés bennünk, hogy erősödik, hogy egyre inkább kiteljesedik bennünk, de inkább felfedezzük azt a világot, amit a Isten országának nevezünk. Igen, hát Péter azt írja, hogy mint újszülöttek, mint csecsemők, a hamisítatlan tejre vágyakozzatok, tehát amikor valaki újjászületik, a legfontosabb táplálék a számára az evangélium. Istennek az igéje, a názareti Jézusról, mint Krisztusról és Isten fiáról, mint arról, aki a bűneinkért meghalt, és aki a megigazulásunkért feltámadt. Ez az üzenet az, ami számára a tejnek az itala, és aztán később, ahogy növekszik, fejlődik, hogy az érzékszervei, nevezetesen ugye itt a lelkiismeretről van szó, hogy a lelkiismerete erősödik, növekszik, fejlődik, a belső embere növekszik, fejlődik, képes lesz a jó és a rossz közötti különbség tételre, és akkor már olyan eledelt is meg tud enni, meg tud emészteni, meg tud rágni, ami nem a tejnek az itala, tehát a bonyolultabb, összetettebb igazságokat is képes lesz megismerni. Az Efézusi levél pedig azt mondja, hogy Isten kifejezetten azért adott az egyházba apostolokat, prófétákat, tanítókat, pásztorokat, hogy felkészítsék a szenteket a szolgálatnak a munkájára, míg el nem jut mindenki az érett férfiúságra, ami a Krisztus ismeretével ékeskedőkor. Tehát a Krisztus ismeretében növekednünk kell, megízleljük, meglátjuk, hogy jó az Úr, ugye ízleld és lásd, hogy jó az Úr, és ez a csecsemőknek való történet, és aztán a csecsemőkortól egészen az érett férfiúságig fel kell növekedni abban, hogy ez az új teremtés ki tudjon teljesedni. És ennek az a jele, hogy a másik képpel mondja az Efézusi levél, hogy a régit levetkőzzük, az újat pedig felöltözzük. Ezekhez a gondolatok abszolút egyetértek, és így gondolom, hogy valóban növekedni kell. Növekedés az egy élet, minden élet növekszik. Igen. Tehát ahol élet van, ott növekedés van, ott fejlődés van, ott kiteljesedés van. Jézus is növekedett természetes szinten is, Isten és emberek előtt való kedvességben. Keresztelő János növekedett, gyerekek növekednek, és szellemben is teljesen igaz ez. Hiszen nem véletlen a párhuzam, tehát amit Jézus használ Nikodémusnál, nem véletlen, hogy teljesen a természetes születés párhuzam állítja a szellemtől való születés, csak az, hogy alulról történt, vagy fölülről történt, ez a nagy kérdés, és ettől különbözteti meg a kettőt, és hát mindig az, amit elmondtak a fiúk, hogy így történik, és a szellemben való növekedés, tehát az újjászületésünk az nem egy végállomás. Tehát nem sajnos egy nagyon a vallásos világnál, ha valaki újonnan született, akkor azt mondja, letudtuk, letudtuk, holott az egy start helyzet. Kezdett. Az egy start helyzet, akkor állunk oda a startvonalhoz, de ez most már nem a természetes szinten, a természetes tejtől, a természetes eledeltől, hanem egy szellemi szinten. Az Jézus magáról is azt mondja, hogy nem ebből a világból való vagy. És így van. Tehát abban a pillanatban, hogy valaki megszületik fölülről, akkor benne marad a világba, de nem ebből a világból való. És itt
Majd megyünk tovább. Megyünk tovább, még itt maradunk egy születésről. Érdekes a születésre kapcsolatban megjegyezni, hogy a születés az általában nem a természetes világra volt születésünk, nem a saját akaratunkból történik. Jó, ez a következő kérdés, nem akkor nem menjünk előre. Nem előre. Még maradjunk ennél, de ez izgalmas lesz. Igen. Maradjunk ennél még egy picit, jó? Ehhez van valami akkor? Igen. Hogy azt mondta Jézus, hogy szükség újjászületnünk. Tehát látjuk Nikodémosnál is, hogy tényleg Izrael tanítója volt a vezetői osztályban, kaszban volt benne, és látta, egyértelmű, hogy látta Jézusról, hogy őt Isten küldte. Tehát észlelte az Istennek a munkáját. Meglátta kívülről. De nem észlelte, és nem volt benne az Istennek a munkája. Tehát látta kívül dolgozni Jézusban, látta az Istent, de nem látta magában. És erre is utal Jézusnak a szava mindenképpen, hogy szükség újjászületni. Ha meg akarod látni, és ha valaki meg akarod látni Istennek az országát belülről, és részes akar lenni, annak szükség újjászületni, semmilyen más módon nem tud lecsatlakozni az Istennek a... Testvér nem örökölheti az Istennek. Igen, ezt úgy szoktuk összefoglalni, hogy az emberek többsége úgy gondolja, hogy az a hívő élet cél, hogy bejusson a mennybe. De ez nem így kezdődik. Először a mennynek kell bejutni a hívőre. Tehát ez kell megtörténjen először, és amikor már a menny dolgozik benned, az csak a végeredménye, a végkifejlete a történetnek, hogy be is jutunk a mennybe. Na, ez izgalmas kérdés lesz, ide ki fogunk lyukodni, ez egy nagyon érdekes. De még mielőtt ide, én maradnék még itt ennél. Szeretem jól szétszedni a dolgokat. Tehát említettétek azt, hogy növekednie kell, úgymond az új teremtésnek, az növekszik, arra van predesztinálva. És hogy a kérdésem az tulajdonképpen, hogy ebbe az új teremtésbe nincsen belekódolva a növekedés, ezt kívülről kell táplálni, vagy már benne vannak azok a lehetőségek az új teremtésbe, amivé az új teremtés válik? Hogyan van ez? Minden születés magból történik. Igen. A mag ba nem tesszük bele, hanem a magba benne van. Igen. És ha megfelelő körülményben van a mag, akkor a mag teljesen természetesen az adottságából fakadóan elkezd kicsirázni, gyökeret verni, és aztán növekedni. Tehát ha akarsz egy fenyőfát nevelni, akkor egy fenyőmagot kell találnod. És nem úgy neveled a fenyőfát, hogy kapsz egy fenyőfát, amit úgy is lehet, de nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy elültetsz egy magot, és ha az fenyőfának a magja, abból nem tölgyfa lesz, nem gyümölcs, hanem fenyő lesz. Tehát a mag benne magába hordozza az életet. Igazából ez a mag volt az, amely bekerült a Máriának a méhébe is, és hordozta az életet. Ez a mag az, amelyik a Szent Szellem által bekerül az emberbe, és ez a mag hordozza bennünk azokat az isteni tulajdonságokat, azokat az isteni részeket, géneket, majd ezt meghagyjuk az Iván, ami az Istentől származik, és a fenyőről születésnek nyilván ez egy nagyon fontos lényeg, viszont a mag növekszik, megfelelő helyen növekszik, ez a természete. És az a megfelelő hely az mi? Hát ugye az a talaj, az a víz, az az életkörülmény, ami segíti hozzá, tehát ez ugyanaz a magvető kiment, hinti a magot, néme ide, oda, amoda kerül, a jó földbe esett mag, magába hordozza a növekedést. És ez a szellemtől fölülről született mag, jött mag, a logosznak a spermája, ugye az magába hordozza az élet. Igen. Ugye az Ervin arra tette a hangsúlyt, hogy a magban benne van a képesség, és a magban kódolva van minden, ami aztán abból ki fog nőni. Én hagyd tegyem a hangsúlyt oda, hogy viszont a körülményeknek is van szerepe. Ugye Pál használja ezt a hasonlatot, hogy én plántáltam, Apollos öntözött, a növekedést adja az Isten, nem az a valami, aki plántál, nem is az a valaki, aki öntöz, hanem a nagy csodát az Isten viszi véghez, aki a növekedést adja, de szükség van plántálóra, szükség van öntözőre. Tehát nyilvánvalóan az, hogy valaki újjászülessen, senki nem tud magától újjászületni, én se tudok senkit újjászülni, ezt egyedül csak az Isten tudja véghez vinni. De az, hogy valaki újjászülessen, hallania kell az evangéliumot. És ennek az evangéliumnak találkozni kell az ő benne levő szomjúsággal, ami a jó föld, egy vágyjal, egy isteni élet után, a mennyei haza után. És ez a kettő találkozik, akkor elindul ez a növekedés. És utána is nagyon fontos, hogy ez táplálva legyen, és ha lehet jó táplálékkal legyen táplálva, mert a csecsemők csodálatos dolgok, fantasztikus mit kibírnak,
De hát etetni kell őket, gondozni kell őket, táplálni kell őket, és ez az sem mindegy, hogy miképpen és hogyan. És egy alul táplált csecsemőnek az élet ereje egészen más, mint egy teljesen jól gondozottnak, vagy akit méreggel etettek netán, vagy olyan dolgokkal. Nyilvánvalóan ezért nagyon fontos, hogy amikor újjászületik valaki, akkor mi az a környezet, ami körülveszi, egy anya szent egyház veszélye körül, aki gondoskodik róla, táplálja. Mi az a táplálék, amit megkap? Mi az a gondoskodás, amit megkap? Nem ez a döntő, de ez is kell ahhoz, hogy az, ami egyébként a magban benne van, az ki tudjon fejlődni, és egészségesen tudjon kifejlődni. Gyorsan és hatékonyan. Igen, Ervinhez visszakapcsolódnék. Közben az Anya Szent Egyház, itt érzi talán az ember ezt a nevet, hogy Anya Szent Egyház. Ilyen esetben tényleg nem is olyan rossz az egyházat Anya Szent Egyháznak fordítani, valóban ez a tápláló, anyai, gondoskodó millió, amit az egyház biztosít az, normálisan az újjászületett embereknek. A maghoz még, a DNS-hez kapcsolódnék vissza, hogy desoxiribonukleinsot, hogy ugye az öröklés, a mai biológia által ismert az öröklésnek a menete többé-kevésbé biokémiailag. És ebben kulcs szerepe van az örökítő anyagnak, a DNS-nek, a desoxiribonukleinsavnak, ami egyetemes az élővilágban. Tehát akár egy protozón, egy sejtű, még sejtmaggal nem bíró állat, akár a legbonyolultabb ember az agyával együtt, mindegyes élőlénynek az örökítő anyaga a DNS. És a DNS-ben van kódolva az információ, ha úgy tetszik, az az erő, az a lendület, az a tudás, ami létrehozza a DNS-ből azt az élőlényt, azt az egyedet. És pontosan így van Istennek az igéje. Ugye Istennek az igéje, ő maga az ige, én elég rossz kifejezésre tartom az igét, mert inkább az beszéd, mert az ige van a főnél, a melléknél is az ige, és ez esetleg konfúziót okozhat, de... Ez szakkifejezés. Szakkifejezés, igen, az Istennek az igéje. Ugye lehet vele igézni. És... De az isteni szó. Az isteni szó. Ez egy jó, ahogy a héber és a görög is mondja, az isteni szó. Valóban Isten azonos az ő beszédével, mivel nincs nála skizofrénia jellemhasadás. Amit ő gondol, amit ő mond, az ő maga, és az sose változik meg, tudjuk az írásból is. És tudjuk, hogy ez a forrása mindennek. Ugye tudjuk, hogy kezdetben volt az ige. Mindennek ez volt a kezdete, a kiindulása, hogy ez a maga Isten, az ige létezett és volt, és ott volt benne minden. És tudjuk, hogy semmi nem lesz, ami nem az igéből jön elő. És ez az ige, ez a mag. Azt mondja Péter, hogy mint akik újjászülettünk, nem romlandó magból, hanem romolhatatlan magból, az Istennek az igéből, amely él, és megmarad örökké. És erre az igének, a magnak, erre a természetére utal a Szent Szellem János, vagy Jánoson keresztül a Péter levelében. Hogy, ezt hagyd még nekem. Hogy az igében van az Istennek a természete belerejtve. És amikor újjászületünk, ez az ige fölülről jön, és nyilvánvaló, mivel Krisztus az ige, nem hozhat más, mint a Krisztusnak a természetét. Tehát Isten egyszerűen újjászületéskor belénk írja a Krisztusnak az igéjét, a Krisztusnak a kódanyagát, a Krisztusnak az információt, a természetét. Ez benne van magát a természetünkben? Az új teremtésben? Az új teremtésben, benne van az új teremtésben, mert újjászületünk az igéből, és az ige az a romolhatatlan mag, amelyik él és megvan a örökké, tehát ez a romolhatatlan mag hozza elő megfelelő talajban. És talán bizonyos esetben megfelelő talaj nélkül is, mert Isten gondoskodik a magról is, meg a megfelelő talajról is. De ez a mag hozza elő a Krisztusnak, magának a természetét. Ugye a Róma levélben is olvassuk, hogy akiket előre kiválasztottak, arra választotta ki, hogy az is a Krisztusnak, a fiúnak a természetéhez formálódjanak át, vagy ő hozzá hasonlójanak, homo, tehát a homo az a ugyanolyan, hasonló, homológia, ugyanazt mondani. Ismerjük a
homo sapiens. De ugye, ugyanarra természetre átalakuljunk, és ez azért tud megtörténni, nem azért, mert mi igyekszünk, mert mi futunk, hanem igazából ennek a szellemi alapját azt hozza létre, hogy Isten belénk helyezi az újjászületésből az ő természetét. És ezzel gyakorlatilag elkezdi az új teremtést. Az új teremtésnek, ezek az új világnak a kezdete, természetesen Krisztus volt az első szület, a fő, a fej, az alfa, és később, vagy más alkalommal is tényleg szeretnék erről beszélni, de az Istennek az igéje a kezdet, ugye kezdetben volt az ige, és ezért is hívjuk Jézust alfának, mert minden onnan indul ki belőle, minden Krisztusból indul ki. Istennek az összes terve, minden onnan indul ki, és tulajdonképpen ő rajta keresztül, ő benne, és ő általa valósul meg bennünk, ami az újjászületéskör belénk kerül, mégpedig Isten helyezi belénk. És az új teremtéssel úgy van, mint Jézussal, hogy Jézus az egy megszületett, ott el volt az anyukája meg az apukája körül, de amikor 12 éves lett, akkor beindult valami benne akkorra. Tehát mint a természetes életben is, hogy beindulnak a különböző egy bizonyos időben, megváltozik a hormonháztartás, stb. Tehát az új teremtésnek is vannak ilyen típusú periódusai, amikor hogy is mondjam nektek, hogy hogyan fejezem ki, igény nyújt be valami felé, elindul benne valami, tehát hogy bele van ez kódolva, ezek a fajta vágyak, ezek a fajta indulatok? Szerintetek? Abszolút, hát hogyne. Én azt gondolom, hogy a kiskorúságról a görög nyelv az egész természetes létezésünket is különböző, kimondottan más és más kifejezésekkel használ, a csecsemőre, a kisgyerekre, tehát, mert ki akarja fejezni, hogy ezek más állomások. Uh-huh. Ugyanaz az ember más állomásokon. És ugye azt mondja, hogy mint ma született csecsemők, amire már utalt is a tanás, kívánkozzatok a tiszta, hamisítatlan tej után, amelyen felnövekedvén elérjük az életfél. Azt mondja Pál, nem mentem közétek, mert nem tudtam, csak a tejnek italával, pedig már kemény eledet kéne, hogy fogyasszatok. Tehát, és azt mondja, hogy addig, amíg nem történik meg ez a dolog, addig egyszerűen, tehát az teljesen egyértelmű, hogy a növekedésnek a része, az a magból, az életből, a magban lévő életből jön, és teljesen egyetértek, és nagyon érdekes maga a sivatagban lévő magok, amik sokszor száz évig, mindegy, maradjunk a száz évig ott van, és kell neki a megfelelő, ugye azt mondja, amíg el nem jön a korai és a késő eső a magasból, amely megöntözi, és abban a pillanatban megöntözi, akkor a benne lévő élet kap egy ilyen, és ez növekszik. Én úgy hívják ezt, hogy inkubációs idő, azt amíg a mag nem indul el fejlődésnek. Igen, tehát mindenképpen azt gondolom, hogy igen, de igen, jó, tehát a kérdésed, mert tényleg akarok válaszolni. Én nekem vannak kétségeim, én azt gondolom, hogy a testtel kapcsolatos analógiákat nagyon nehéz a szellemre applikálni. Tehát ezért, ha azt kérdezed, hogy mondjuk olyan fajta hormonális változás, mint ami az ember testében elindul, pubertáskor, stb., hogy ennek van-e szellemi megfelelője, hát zavarba lennék, lehet, hogy ki kéne kutatni az írásokból. Én most így csípőből azt mondanám, hogy én ilyet nem tudok. Az kétségtelen, hogy a szellemi növekedésnek az állomásait hasonlítja az írás, ugye a csecsemőkorból, a kisgyerekkorból, a testélyes gondolkodásból, és így tovább. Tehát vesz az analógiákat, hasonlatokat, de hogy most ezt ilyen mélységig lehet-e, mint a hormonháztartás, vagy az akármisora. Jó, hát ez azt csak látom, egy próbálkozás volt a részem. Talán nem is hormonháztartás, érdekes ez, de azért látni, hogy van egyfajta szellemi pubertáskor, szellemi tínédzserkor, és így tovább. Tehát ilyen értelemben az analógiát biztos lehet folytatni. Az, hogy ezt mennyire lehet így a testnek a biokémiájával összekapcsolni, hát azt abban azért nem vagyok annyira biztos. Hát, úgy gondolom, annyiban, amennyiben az igéből lettünk teremtve. Tehát nem a testi hasonlat az elsődleges, hanem a testi dolgok hasonlítanak az eredetihez. Igen. Mivel az a blueprint, az a tervrajz, vagy az élőnyit. Az volt itt közben a fejemben, hogy nagyon érdekes, azt mondja János, hogy ugye nincs szükségetek arra, hogy tanítsanak benneteket. Ugye ez persze nem, ez ugye, furcsán is hangozik, meg nem is. De mindenképpen, ugye, mert hiszen Isten adott tanítókat az egyházba, a szentek
a tökéletesítése céljából a szolgálatnak a munkájára arra, hogy ugye élet felnőtt korra jussanak el az emberek. De mégis János meg azt mondja, hogy nincs szükségünk, hogy más tanítson. És ezt arra mondja, hogy mert bennünk van az Istennek a szelleme, az Istennek a természete, amelyik gyakorlatilag mint egy vezér, mint egy klak a izében, tehát ami adja a tempót, az energiát, meg tehát a program, vagy... Órajel, igen, akkor tényleg órajel. Tehát bennünk van az a szellem, amelyik elvezet bennünket. És mindent tudtok, igen. És Jézus is mondta, hogy sok mondani való még lenne nektek, de nem tudjátok befogadni. Mondja nekünk. Most még nem tudjátok elhordozni. Elküldöm valóságnak a szellemét, és a valóságnak a szelleme majd fel fogja előttetek tárni a teljes valóságot. De ez a valóság már belénk van ültetve, már teljesen része vagyunk az Istennek a természetnek. És még ugye Jézus is, ahogy az is érdekes, hogy is izgalmas, ahogy az ige testélet ugye inkarnálódott Jézusban, hogy a Krisztus Jézussá lett. Hasonló folyamaton megyünk mi is keresztül, hogy az ige bennünk is testé lesz. Amikor Isten újjászül, akkor ez a természet elkezd növekedni. És ugye, táplál az ige is minket, akitől újjászületünk, az táplál is minket, és az Istennek a szelleme is táplál minket. És mondja az írás azt, arra is tett minket, hogy a saját magunk lelkismerete is, amit beért Isten lelkismerete, az is mindig bizonyságot tesz az Istennek az igazságairól. De belül vannak, azért tud bizonyságot tenni. Igen, én is azt annyiban erősíteném meg, hogy amikor azt mondja, hogy nem nincs szükségetek arra, hogy tanítson, mert ezeket már ugye tanító volnék, és rögtön munkanélküli leszek, azért vagy ez. Hogy az van, hogy amikor mi hirdetünk egy igazságot, mondjuk a pulpitusról, vagy akárhogy, akkor mi nem olyat hirdetünk, amit az illető nem tud. Hanem ezt a lelke mélyén, a szíve mélyén tudja, mert a Szentlélek már tanítgatja őt erre. Igen, mi csak segítünk neki a verbálisan és a saját testi érzékszerveink keresztül is megfogalmazni azt, amit ő már tud. Igen. És tulajdonképpen ekkor érti meg az ember azt, hogy akkor van ez az aha effektus, hogy igen, megértettem, összeállt bennem. Ez hasonló kicsit a művészekhez is, hogy annyi minden érzés gomolyog bennünk, és a művész az meg tudja fogni ezt a megfoghatatlant, és ki tudja fejezni azt, és amikor ráeszmélünk arra, hogy igen, mi is ezt érezzük, tényleg ez így van, akkor érezzük azt, hogy a művész, a mű szólt hozzánk, de nem arról van szó, hogy a kívülről belénk plántált valamit, hanem az már megvolt bennünk, csak a külső felismerés segített nekünk abban, hogy ez tudatosodjon, hogy a tudatunk előtt is nyilvánvalóvá váljon az, amit egyébként tudat alatt már tudtunk. Tehát az valahogy így működik. Igen, nagyon izgalmas ez a tudatosodás folyamat, igen. Hogy Isten tudatosít bennünk bizonyos dolgokat, amiket nem tudhattunk előtte. Talán maga a metanoia szó is, ami abszolút kapcsolódik az újjászületéshez, a megtérésnek fordítjuk, de ugye hozzátapad ez a vallásos múlt, hogy az a mi megtisztítjuk magunkat, a megtérés az csak paradigmaváltást jelent. Azt jelenti, hogy a gondolkodásmódon megváltozik. Tehát szorosan összekapcsolódik, nem tudom, hogy van a kérdésben, nem akarok elugrani, de hogy az újjászületéssel abszolút fakad és következménye, kikéretetlen következménye egy tudatállapot változás. A tudatosságnak a célpontjának és a lényegének a megváltozása, amit megtérésnek nevezünk. Ez a metanoia, a görög az írásban metanoia szó van használva következetesen. Ez egy olyan, mint egy ráébredés, mint egy tudatosodás annak, ami történik az újjászületéskor. Ezt nem akarok itt, de ez egy nagyon, nagyon izgalmas az rejtés. Azért a növekedéshez egy dolgot tennék csak hozzá, és visszakár egy picit nyúljunk a testi növekedéshez. Teljesen egyetértve, hogy nem lehet analogizálni teljesen, de nagyon érdekes, hogy a teremtéskor Isten formál a Földből egy gyúrés, bálódi testet. És bele leheli az ő leheletét, és így lesz az ember élő léleké, föl kell. Na most ez nem egy csecsemő volt. Tehát az Ádám, azt nem tudjuk, de egy
30 éves körüli ember volt, kész volt. És a kettő találkozás, akkor föl kell valaki. Jézus esetében ez egy más folyamat volt. Jézus esetében az volt, hogy ez a mag, ez egy anyaméhben kerül csecsemőként be a világba, és ez egy óriási kötet. Az első Ádám az egy kikerülte ezt a folyamatot, mert nyilván Isten megteremtette. Nem. És Jézus meg... Na most én azt gondolom, hogy az újjászületésben van egy ilyen valóság, hogy jön egy ilyen isteni lehelet, ami a már meglévő valóságunkba behozza a természet fölött itt a fölülről valót. És ez a fölülről való a mi lényünkbe elkezd egy teljesen újat megvalósítani, a régiek elmúltak, mondja, és minden újjá lett. És ez mindez az Istentől van, aki ezt elkezdte és végzi. És ugye ezért van az, hogy nem változik meg a hajunk színe, a nem tudom én, a fogazatunk, meg a nem tudom én mi, hanem az a test marad, az a lény marad, az a személy marad, még a személyiség jegyeinkben is van változás, vagy állandóság, és van változás is, de bejön valami onnan fölülről. És ez az onnan fölülről bejött változás, ez egy radikális, és minden tekintetben új. És ezért nem vagyunk alulról valók, ezért nem a világból valók, ezért nem evilágiak vagyunk, ezért nem itteniek vagyunk, hanem azt mondja, hogy itt élünk, de a jövendő világot keressük, mert az a bennünk lévő, amit a Nikodémusnak mondott, hogy ez nem a test és a vér világa, hanem ez a mennynek a világa. Nem is olyan egyszerű ezt megérteni. És nem is olyan egyszerű, így van. Nem is olyan egyszerű, hát nem véletlenül beszél Pál arról, hogy az elméteket újítsátok meg, mert homlok egyenes az ellenkezője. A testi gondolkodás, az indulat, a vágy, stb. Jó, de itt most, bocsánat, rátapintasz egy nagyon lényeges dolog, hogy pontosan ez az elmének a megújulása és megváltozása, ez ad egyfajta növekedést. Igen. Ez magába hordott. Tehát bennem van, de a felismerések által, a kijelentések által, a kijelentéseknek a megértése által jön egy növekedés. A tanítók kifejezetten ezt katalizálják, ezt a folyamatot. Pontosan. Dedikátorok tanítók. Tehát akkor történik itt egy felülről nemzés. De csak az olyan jók, mint aki itt ül. Igen. Ha nem, akkor súlyosabb ítéletük. Tehát tulajdonképpen, amikor egy ember találkozik az Istennek a szavával, de majd most mindjárt erről fogok pont kérdezni, hogy most mi is az aktus, szeretném egy kicsit szétszedni, hogy az újjászületésnek az aktusa, igen. Tehát akkor tulajdonképpen egy teljesen új teremtés jön be a lényünkbe, az embernek a lényébe, egy pillanat alatt, tulajdonképpen egy szempillantás alatt ez megtörténik, igaz? Igen. És ez a teremtés, ez az új teremtés, ez az isteni természettel bír, amiben bele van kódolva egyrészt a növekedés, másrészt meg tudja ragadni az Istennek a dolgait ebbe a fizikai világba is. Abszolút. És tud minden tulajdonképpen, amit tudnia kell. És hát ez egy csodálatos lény, hát ez nem is olyan egyszerű ez a dolog. Én azt gondolom, hogy ezt alul értékeljük mi hívő emberek, mert nem értjük, és nagyobb hangsúlyt kellene erre fektetni, és azért is nagyon örülök, hogy erről beszélünk itt, és ilyen részletesen, meg egy picit mélyebben belementünk már itt az elején. Hát a következő kérdés az akkor tehát egy kicsit kapcsolódik azért ehhez mindenképpen, mivel az újjászületésről van szó. Tehát, hogyan születünk újjá? Minek a következménye ez? Milyen periódusokon megyünk keresztül? Ennek az aktusnak a lényege? Ennek az újjászületésnek? Mi okozza? Minek a következménye? Hát először is Isten szavából születünk újjá. Az első teremtés is Isten szavára állt elő, ugye Isten szólt és meglett, parancsolt és előállt, és ugyanez van az új teremtéssel is. És ahogy felépíti Isten az új teremtést, már ebből is látható, hogy az ígéretből születünk. Tehát nagyon fontos, hogy nem csak egyszerűen Isten szavából, hanem egy ígéretből. Ugye Izsák volt ilyen szempontból ugye az ígéretnek a gyermeke, amin keresztül Ábrahám megtanította, hogy az örökös nem a testtől született lesz, hanem az ígéretből született lesz. Mert Ábrahám elhitte, hogy tőle és Sárától fog származni az örökös. És ezt azért hitte el, mert testileg lehetetlen volt, de elhitte, hogy az Isten,
képes ezt a dolgot véghez vinni. Reménykedett 25 éven keresztül, reménykedve hitte, hogy Isten beteljesíti az ígéretét, és amikor eljött az Istentől rendelt idő, akkor ez valóban Isten ereje által történt meg. És ez a dolognak a lényege. Jézus maga is sem azért született meg szeplőtelenül, mint ahogy mi a teológián tanították nekünk, hogy szent legyen, meg az eredendő bűntől elválasztott legyen, mert ennek nincs, tehát most ezt nem akarom levezetni, de ez nem áll meg én szerintem, hanem elsősorban azért, mert Isten ilyen módon akarta a fiát behozni a világba, hogy jelezze, hogy mi az újjászületés. Felülről jött az angyal, szólta az Isten igéjét, ez az ige hitre talált ugye a Máriában, és ott nála fizikailag is elindult ez a folyamat, de az újjászületés is így jön hozzánk. A küldött, aki az evangéliumot hozó ember, akit elküldtek, hogy hirdesse az evangéliumot, aki maga is hisz, szólja nekünk az evangéliumot, és ez az ige bennünk, ha hittel találkozik, akkor jön létre az, hogy ami testtől születik, test, ami szellemtől szellem, mert hogy születünk testileg, anyag találkozik az anyaggal. Itt pedig szellem találkozik a szellemmel. Isten igéje, ami élet és szellem, találkozik a mi lelki ismeretünkkel, a bennünk levő szellemmel, és ez ebből a találkozásban történik meg az újjászületés és a nemzés, és ezért Isten igéjéből születünk, nem férfi akaratából, hanem Isten akaratából, ugye fejezi ki ezt a Pál, és Péter pedig szintén ezt mondja, hogy mi mindannyian Isten beszédéből születtünk, ami él és megmarad örökké. Én föltétlenül összekapcsolnám az újjászületést olyan dolgokkal, amik abban a pillanatban megtörténnek. És Jézus mondja, hogy ha újjá nem születtek, nem látjátok meg Istennek az országát. Tehát az újjászületés pillanatában az ember meglátja Istennek az országát. Ezen belül mit lát meg? Egyetemben az, hogy örök élete van. És meglát mindent igazából, az, hogy Jézus a Krisztus, hogy meglátja, megért valamit, valami istenit a Krisztus engesztelő áldozatából. Egyszerűen az az ember, aki a bűn miatt addig nem látott, és nem észlelte Istennek a valóságát, nem látta Krisztusnak a dicsőségét, az evangéliumnak a mindent, tehát a csodálatos isteni megoldó, nem is tudom, minden, az élet valóságát, köszönöm. Az újjászületés pillanatában mindenre ráeszmél az ember. Mert addig a nem újjászületett ember nem tudja ezt felismerni, hogy Krisztus mit tett. Nem tudja meglátni az engesztelő áldozatban azt az egyetlen, egy tökéletesen elvégzett áldozatot. Tehát az újjászületéssel mindenképpen egy új tudat, egy új felismerés, egy új látás, ugye, de az eidó szó van, ha jól tudom, ott, ami a látással, vagy eiró, bocsánat, azzal a igével, abból az igéből számolni, látás, de ez a látás, ez az isteni logikában, ez a megértés, a dolgok fölülről való látás, a működésnek, az egésznek a látása. Tehát ez az újjászületéskor jön létre. És tudjuk azt is, hogy senki nem mondhatja például Jézust Úrnak, hanem csak a szellem által. Tehát én úgy látom, hogy nincs meg az a képessége, az nem újjászületett embernek, hogy Jézust valóban Úrnak nevezi. Lehet, mert egy papagáj is tudja mondani, hogy Úr, 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 de hogy igazából a saját Urának érezze, lássa, vallja, higgye, az az újjászületés pillanatában jön el. És mondja a Róma 10-ben, mondja Pál apostol, hogy szívvel hiszünk a megigazításra, vagy megigazításba egy ilyen cél, egy ilyen cél határozós van, és szájjal ugyanazt kimondjuk az üdvösségre, a szódzóra. Szánkkal pedig kimondjuk, hogy üdvösségünk van? Igen. Valami ilyesmi. Igen. Tehát szívvel hiszünk. Teszünk vallást az üdvösségünkre. Kimondjuk, hogy üdvösségünk van. Kimondjuk, ami már a szívünkben benne van. Tehát ami a szívedben benne van, és felébreszti a hitet, ez hogy a szívünkben ott van, beteszi Isten az igét, felébreszti a hitet, és abban a pillanatban ugye, vagy következményeként a száj
ugyanazt tudja mondani, és az már nem papagáj, hanem az már az újjászületett embernek a szívből kimondott, a szívben elhitt, befogadott, beágyazódott, talajba talált új élet, és ennek a kimondása, ez a megvallást nevezzük. Isten az, aki elkezdi bennünk a munkát. És Isten mindenki felé ad egy ilyen lehetőséget. Tehát az isteni kezdeményezésre adott emberi reakció mérhető az újjászületésben. Mert az isteni kezdeményezés az azt jelenti, amikor mondjuk egy bibliai példával élve, amikor van egy kijelentésed, van egy szívbeli megértésed, ugye a Nikodémus azt mondja, hogy hogyan születhet az ember, ha vén nem vett be újra az anyja méhébe. Tehát itt két dolgot feltételez, hogy ez valóságos dologról beszél Jézus, de hogy történhet ez meg? Na és akkor erre mondja Jézus, amikor. Tehát a felülről születésnek az a lényege, hogy ez egy isteni kezdeményezésre adott emberi reakció. Péternek azt mondja, kinek mondotok ti engem? És ugye ismerjük, és azt mondja, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És Jézusnak mi a reakció, hogy boldog vagy Simon, mert ez nem test és vér, tehát ezt te nem a saját pszichédből, fizikai értelmedből mondtad, hanem ezt az én mennyei atyám jelentette ki neked. Vagyis abban a pillanatban kiderül, hogy a Péter, ugye később tudjuk, hogy aztán nagyon tudott ő még testben is, akkor mentsen Isten Uram, reagálni. Tehát a mentsen Isten Uram pont azt jelentette, hogy akkor nem a mennyei atya használta a Péternek a száját. Tehát megjött a kijelentés, és ebből a kijelentésből megismerte Péter, hogy ki Jézus. Amikor megjön a kijelentés, és ebben az újjászületésben mindig egy hatalmas gyümölcs, és a Szent Szellem bennünk levő gyümölcse, hogy Jézus megismeri, Jézusról tesz bizonyságot, Jézus Krisztus dicsőíti, Jézus kerül a fókuszba, minden Jézus körül kezd forogni, ez maga az újjászületésnek a magva, vagy az indulás. És nyilván minden ebből fog aztán kinőni, és növekedni, és ez nem zárja ki azt az állapotot sem, hogy még, amikor testben reagálunk, amikor testben viszonyulunk, hogy akkor bizony testi dolgok is ki tudnak jönni belőlünk a kettő. Tehát én azt mondom, hogy az újjászületés isteni kezdeményezésre adott emberi válasz, de ebben az emberi válaszban is benne van. És én ezt hívom kegyelemnek. Tehát a kegyelem az, amikor az isteni kezdeményezésre tudok egy olyan emberi választ hozni, amiben Jézus kerül a fókuszba és a központba. Ehhez csatlakozva egy másik képet hoznék. Ez olyan, mint amikor jön a királyfi a fehér lovon, és megkéri a kezedet. És már nem a tiéd. Én nemet mondom. A király kis azt mondja. Igen. Én nemet mondom. Akkor hölgyek jelentkeznek, igen. Vagy hát akkor fordítva, teljesen mindegy, most ugye nem magunkra van szabva a dolog, hanem csak a hasonlat kedvére képért mondom. És ő mindent elvégzett, és szinte hihetetlen, hogy ő mit szeret benned, mert nincs benned, te magadban sem találsz semmi szeretetre méltót, és ráadásul pont egy ilyen nemes ember. Ezzel tudok azonosulni ezzel. Aki ennyire tökéletes, és ennyire hibátlan, és ennyire nincs szüksége semmire, és rám sincs szüksége, de ő mégis szeret engem, és mégis akar engem, és amikor ezt megértem, akkor erre nekem valamit válaszolni kell, és amikor azt mondom, hogy igen, akkor jön létre az, amit újjászületésnek hívunk. Akkor jön létre a jegyesség, akkor jön létre a kapcsolat, akkor jön létre az a bizalmi légkör, amiben elkezdjük egymást megismerni, felfedezni. És ennek a megismerésnek a felfedezés adja a növekedést, mert hát hiszen mi az érettkor, a Krisztus ismeretével ékeskedőkor. Tehát a Krisztusból megízlelek valamit, de tényleg csak mondanám így egy nyalintást kapok belőle, egy ízlelést kapok belőle, de ez az ízlelés arra ösztönöz engem, hogy őt minél jobban meg akarja ismerni. És minél jobban megismerem, annál érettebb tudok lenni. Minél inkább ismerem a Krisztust, annál érettebb hívő, annál érettebb keresztény leszek. És ez a megismerés kell, hogy hajtson, vonzon engem a növekedésre. És visszatérve arra, hogy miért így van ez a dolog, hogy ez is egy érdekes dolog, hogy azt mondja ugye Pál apostol, hogy az evangélium egy bolondság. De mégis, amikor valaki meghallja ezt a bolondságot, és nem azt mondja, hogy ez egy bolondság, hanem elkezd hinni, azt lehet tudni, hogy ez nem tőle van. Hanem ezt egy természet fölötti kijelentés kell neki ahhoz, hogy ezt a bolondságot
elkezdje tudni komolyan venni. Igen. Innen ismerhető fel, hogy Isten működik benne. Mert egyébként, ha azt mondja az ember, hogy hagyjál már ezzel az evangéliumot, ez egy hülyeség, akkor teljesen az ő saját természetes emberéből teljesen adekváltan és jól beszél. Ha hiszen, az, ezt mondja, hiszen a zsidóknak botrány, a pogányoknak pedig bolondság. És ezért mondja Pál, hogy azért van ez így, hogy ne emberek hitető beszédén nyugodjon az újjászületés, hanem Istennek az ereje. Tehát ezt csak Isten képes elvégezni egy emberben, hogy hitre tudjon jutni az evangélium, és pontosan innen ismerik fel, hogy az emberben Isten munkálkodik, mert az evangélium hitre juttatja. Így van. Tehát akkor Isten kezdeményezi az újjászületést, és függetlenül attól, hogy tisztában vagyunk-e azzal, vagy nem, hogy most mi történik, mert én tulajdonképpen én nem voltam tisztában. Én sem voltam vele tisztában. Tehát nem tudtam az nem egészet tudtam. Így értelmezni, csak azt átéltem ennek a valóságát, akkor megtörténik ez a csoda, hogy amikor mi reagálunk az evangéliumra, hogy új teremtésekké válunk, és ezt nyilván ezt már az Isten csinálja. Mi ezt csak annyit tudunk hozzátenni, hogy megkérekezünket a fehér lovon érkező királyfi, és igen mondunk neki. Így van. De a csoda hiszen, nagyon kúcs. De ez fontos, igen, és meghagyja a szabadságodat, hogy igen mondjál. Igen. Tehát nem kényszerrel kényszerít be, nem egy kényszer házasságba kényszerít fel, csak megmutatja magát, megmutatja, hogy mit hozott, megmutatja, hogy mit akar neked adni, megmutatja a saját szívét és szeretetét, és hát én legalábbis így voltam ezzel, hogy ez olyan lenyűgöző, hogy az ember azonnal azt mondja, hogy persze, hogy kell, és utána elkezd gondolkodni, hogy de miért pont én? Tehát, hogy én miért kellek neki? Azt értem, hogy ő miért kell nekem, de az, hogy én miért kellek neki, ez fel. Én értettem kezdettől fogva. Mi van, akartál ezt? Szabad egy igét felolvasni? Azért ez olyan helyi, azért lehet. Itt még el Bibliát olvasni. Igen. Használd ki a kegyelmi időt. Igen, két... Ezékiel könyvéből, nem látom, úgyhogy memóriámra hagyatkozok, a 36-os, Ezékiel 36-os. A mintás WC papír, igen, azon. Ez kéztől, de hívhatjuk annak is. Igen. És talán van vele, egy csomót kivettem, hogy ne legyen nagyon nevetséges. Azt mondja itt az írás, hogy Kihozlak benneteket a népek közül. Izraelnek tett ígéretről van szó. Kihozlak benneteket a népek közül, és összegyűjtelek országokból. És beviszlek benneteket a saját földetekre. Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. Emlékeztetek vissza, azt mondta Jézus a második fordulóban Nikodémusnak, ha újra nem születtek víztől és szellemtől, akkor nem léphettek be az Istennek az országába. És mondja, hogy tiszta vizet hintek rátok, de ez az összegyűjtés után. Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. Minden tisztátalanságtól és minden bálványoktól megtisztítalak benneteket. Új szívet adok nektek, és új szellemet adok belétek. Eltávolodtam a testetekből a kőszívet, és 20 szívet adok nektek. Az én szellememet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek. Ez érdekes, mert ugye a test és vér nem képes, ellenkezik Istennek a terveivel, gondolataival. Ugye nem, azt mondja Pál, hogy nem is képes rá, a dunatalaj szóval nem alkalmas, nem képes, nem tudja ezt csinálni. De itt azt mondja az Istennek az igéje, hogy azt művelem veletek, és ezért nagyon találó és pontos az, hogy itt újra teremtésről van szó, mert Istennek egy újat kellett létrehozni ahhoz, hogy a rendelkezéseim szerint éljetek, és a törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek. Tehát ez az, amire nem képes az ember egyáltalán. A bűnbeesés és a bűnnek amit, hogy halott az ember. És egyébként ugye halálból való újjászületésről van szó, a szellemünk van, csak nem él. Csak halott. Csak halott, igen. És azt mondja, hogy abban az országban fogtok lakni, amelyet őseiteknek adtam. Az én népem lesztek, én pedig istenetek leszek, és megszabadítalak benneteket minden tisztátalanságoktól. Stb. Ez sok fejezetű, nagyon sok rész. Számomra ez átfogja az egész üdvtervét Istennek. Az egész, ez ígéret, ugye, mert ebben benne van, hogy Izraelt helyreállítja, de benne van az is, hogy gyakorlatilag az egész újrateremtés. Viszont ami mostanában feltűnt nekem, az, hát a zsidókhoz írt levél azért idézi ezt az igét. Igen, így van. De
azt tűnt fel nekem az egészben, hogy nem sok helyet hagy itt ez a profécia annak, hogy ez tetszik-e nekünk, vagy nem tetszik. Hogy tervezzük-e ezt, vagy nem tervezzük. Ez egyszerűen... Nem bízol ránk. Nem bízol ránk Isten, igen. Nem bízol ránk ezt. Ez az egész láncsor, az egész, ami történik, az mind is tiszta, összegyűjtelek, tiszta vizet, új szívet adok neked. Nem is biztos, hogy logikus lenne ránk bízni ezt, mert hát mi nem vagyunk abban a pozícióban, igen, hogy mi ezt irányítjuk. Isten tudta, és ez a garanciánk, hogy nem bízta ránk. Ez a garanciánk. Igen. Mert ha ránk lenne bízva ennek az egésznek a valamelyik igen. pontja, újjászületés nélkül, akkor nem, test és vér nem láthatja meg Istennek az országát. A test akarata az ellenségeskedés az Istennek a telémájával, az Istennek a tervével, az akaratával. És amúgy is ugye a szellem az, aki megjelenít. Tehát nekem ez tűnt fel, és ez volt számomra újszerű az én észrevételemben, hogy ez mind Isten, Istentől folyik, Isten hozza, Isten teszi meg, Isten hozza létre, és sok új szövetségi ígéret, magyarázat van, ami beleilleszkedik ebbe az ószövetségi ígéretbe. Például a 2 Timóteus 2-ben tényleg hetek óta gondolkodtam, rágtam, ettem és gyönyörködtem ebben az igében. A 2 Timóteus 2 második részben a utolsó igék, ez a különböző fordításokban érdekes, nyilván a görög eredetiben még izgalmasabb, hogy van, de mondjuk én ez szerinti fordításban úgy szól, az Úr szolgája ne viszálykodjék, hanem legyen barátságos mindenkihez. Tanításra alkalmas és türelmes, és szelídséggel neveli az ellenszegülőket. És itt jön, amire figyeljetek, azt mondja, hogy hát ha az Isten megadja nekik egyszer, hogy megtérve megismerjék az igazságot, és felúcsúdjanak az ördög csapdájából, aki foglyul ejtette őket, hogy akaratát teljesítsék. Elemeztem, és úgy értem, hogy elemeztem, hogy az eredeti, a szavak, tehát a görög, az ógörög szöveget olvastam, és én egy kicsit pontosabb fordítást mondanék, és ez úgy van, és azt a részét ragadom most ki, hogy hát az Isten megadja nekik egyszer, hogy megtérve megismerjék az igazságot. Arról van szó, hogy hát az Isten adományozna, és itt mindenképpen az adományozóról van egy hangsúly, hogy adományozna, ajándékba adna metanoiát. Megtérést. Metanoiát, tehát az egész gondolkodásunknak, mindennek a megfordulását ajándékba adja Isten, hogy megértsük az igazságot. Tehát, ahogy Jézus mondta, hogy nem láthatja meg senki újjászületés nélkül az Istennek az országát, az igazságot, és ha ez az ajándékozás nem történik meg Isten részéről, akkor nincs hátha metanoiánk van. És ugye a metanoia következtében, mi metanoia ugye a paradigma váltás, és a gondolkodásmódunk megváltozás, amik pedig úgy, hogy tulajdonképpen itt a szellemivé válik az észlelésünk az újjászületés kapcsán, akkor ugye nem tudjuk megismerni, felfogni a valóságot, az igazságot. Jézus azt mondta, hogy én vagyok az igazság, a valóság, az aléthelye. És annak azt látom itt, hogy mondja, hogy Isten megajándékoz, hát ha Isten megajándékoz metanoiával, és kionzanodunk, magunkhoz térünk, a diabolosznak a csapdájából, az ördögnek a csapdájából. Aki fogjul ejtett, hogy az akaratát teljesítsük. Tehát itt arról beszél az írás, hogy a metanoia előtt, ha nincs, nem vagyunk megajándékozva a metanoiával, akkor nem tudunk kiszabadulni, nem tudjuk meglátni a valóságot, nem tudunk kiszabadulni az ördögnek a fogságában, mert rabul ejtett, hogy úgy gondolkodjunk, ahogy ebben a halál állapotában vagyunk, a bűnnek a még a hatalma alatt, és ezért tesszük, cselekedjük az akaratát a diabolosznak, az ördögnek. Tehát ez, hogy megajándékozni metanoiával, ez számomra teljesen beilleszkedik az ezékeli ígéretbe, hogy Isten ezt eltervezte és kivitelezi, és megajándékoz minket azzal,
hogy felismerhessük az igazságot. Tehát amikor hogy mondja Ervin, hogy hát. Igen. Tehát amikor Jézus nem fenyegeti Nikodémust, amikor azt mondja neki, hogy ami igen. testtől született, az test. Igen. Hanem Jézus egy utat mutat, egy valóságot, egyszer rávilágít egy olyan valóságra, ami szükséges ahhoz, hogy megértsd a szellemi dolgokat. És a szellemi dolgok megértéséhez szellemtől kell újonnan születni. Tehát itt nem arról van szó, hogy az Isten egy Nikodémus elé állít, egyébként sajnos a kereszténység, legalábbis én így vettem észre, ezt olvassa ki belőle, hogy neked el kell érned valamit, hogy ne testi gondolkozás, ne izére, hanem és valamit ezt neked tenned kell, nem erről szól a dolog. Arról a kijelentésről, arról a szellemi megértésről van szó, amit Isten kezdeményez, és Isten hajt végre az emberben. Ha neked ez megvan, Nikodémus, akkor te fogod tudni, hogy én ki vagyok, ugyanúgy, ahogy a Péter is tudta, hogy ki a Jézus, de nem magától, a test és vérétől, tehát a Simon Péter magától nem tudta, hogy ki, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. Tehát itt nem arról van szó, hogy nekem át kell mennem egyik állomásról a másikra. Nekem engednem kell azt, hogy a kezdeményező Isten engem áthelyezzen, áttegyen, átemeljen egy halott testi állapotból, testi és vér állapotából, egy élő szellem állapotából. És erről beszélünk, hogy ezt az Isten végzi el az emberben, és amikor elvégzi, az ember elkerül, oda jut a startkockához. Okay. Ha nem végzi el, akkor köze nincs az egészhez, mert nem is tudja. Bocsánat, tök hülye hozzá, hát magyarul. Más dimenzióval, igen. És valóban életre kell az az ember, és onnantól kezdve Isten bevonja a teljes személyiségünket, a teljes lényünket, és kifejti az írások, hogy együtt munkálkodunk Istennel. Ezt megadja, ezt ajándékba is, hogy együtt tudunk vele munkálkodni, együtt fogunk vele munkálkodni. Nekem a Lídia jut eszembe közben, hogy az Iván mondja, aztán mondja te Tamás, hogy ajándékba kapta megtérést. Igen, az jut eszembe, hogy a Lídiának megnyugodtan a szívét, hogy azt mondja, hogy azért, hogy érts, és hogy higgyel annak, amiről Pál. Tehát, hogy ez a fajta ajándékozás, Tamás parancsolja. Én csak örülni akartam, hogy azért kiukatott az egyik munkálkodáshoz, mert érdekes teljes meggyőződésem, hogy Isten a kezdeményező. Nem, én is ugye váratlanul tértem meg, tehát péntek délelőtt még ateista voltam, este felé már kerestem az Istent, és itt lejutottam, szóval nagyon gyorsan ment végre ez a metanoia, ez a fordulat az én életemben. Nyilván, aki egy vallásos családban nő föl, vagy egy hívő közegben nő föl, annak talán nem ennyire látványos, és nem olyan könnyű neki megmondani, hogy ez egész pontosan hogy ment végbe az életében. Nekem ilyen szempontból könnyebb volt. De ez, nyilván az Isten az, aki elvégezte, és mondom, meg vagyok róla győződve, hogy nem a 24. születésnapomon hívott először az Isten, hanem már anyám méhétől, kicsi gyerekkoromtól fogva folyamatosan hívogatott, beszélt hozzám, igen. szólt hozzám, igen. csak ez volt az a pillanat, amikor elérte azt a hőfokot, ha nem tudom én micsoda, amikor én magam is szembesültem azzal, hogy most ezzel nekem valamit kezdeni kell. És nem tettek sírre, meghagyta Isten a választásomat, most is meghagyja, most is mondhatnék nemet, de hát majd ha valami nemet mondani, és kiszállhatnék ebből az egész történetből, de nem akarok, mert tudom, hogy kiben hiszek, és ki az, akiben bíztam. De ezzel együtt Isten hagy nekünk részt. Jóságában, ahogy a régiek mondták, összehúzza magát, hagy nekünk pici tennivalókat, azért, mert örökséget akar nekünk adni, ahogy Jézus is mondta, hogy az Atya szereti a fiút, ezért mindent megmutat neki. Tehát az Isten a szeretetét abban is kifejezi, hogy mi meríthetjük be az ember. Senkinek nem tudjuk a szívét körülmetélni, azt csak egyedül Isten tudja. De vízbe be tudunk meríteni egy embert. Ez az a mi részünk, hogy bemerítsük a vízbe, de az Isten része az, hogy körülmetéli a szívét, és az újjászületés fürdőjével teljessé teszi mindazt, ami ugye elkezdődött az újjászületés pillanatával. És szabad legyen még Jézusnak a nagy, persze. A nagy, szokták mondani, hogy parancsolatát, de a nagy megbízatását idézni, igen. azt mondja, hogy menjetek el, és hirdessétek ki a jó hírt mindenkinek, és világos, hogy az emberekre bízta jó hírnek a hirdetés. Aki hisz, az üdvözül. Tehát és én úgy látom, hogy az isteni eltervezése annak, hogy üdvösségünk van, ez egy ponton találkozik a mi
életre hozza a mi üdvösségünket, és életre hozza a mi akaratunkat is. És nagyon, ezért egyfajta módon, mint egy összeérkezési helynek látom az újjászületést, ahol az Isten eredeti terve. De azt mondja, hogy kiválasztott bennünket a világ alapjának a felvetése előtt. Tehát a Róma 8 az egy régi folyamatról beszél, hogy tovább is mennék, hogy nem csak a születésemtől kezdve szólingat Isten, onnantól kezdve szólingat, de igazából úgy hiszem, hogy Isten beszólított minket az életbe, amikor kitalált minket a világ alapjának a felvetése előtt. Akkor ebben az igében ő létrehozott minket, meglettünk abban az igében. De nem jöttünk be a létezésbe, mert még csak az igében voltunk meg. És az életünk, és mikor megszületünk, onnantól kezdve ez a hívás, hív Isten, szólítgat, és tulajdonképpen valami olyan se történik, mint hogy ébrezgetne Isten minket. Az a pontig, amikor egyszer csak oda jutunk, hogy fel tudunk ébredni, tehát Isten felébreszt minket, és eljutunk gyakorlatilag ahhoz a ponthoz, ahol mielőtt még megvolt a világ, azelőtt ugye ismert bennünket, ott voltunk az ismeretében, a tudásában, a tervében, az igében, a DNS-ében, és behozza ezt az életünkbe. Ez a pont az újjászületés a metanoia. Ez nem elválasztható az újjászületés a metanoia. Tehát nem igazolja az újjászületés, ha nincsen metanoia, ha nincs átváltozás a gondolkodásunkban. Mert azt mondja, hogy... De mondjad még, hogy jól van, nem nyugodtan. Mert a következő kérdésem az... Azt akartam mondani, hogy kifejezettem a Jézus nagy közés, hogy mondja, hogy térjetek meg, tehát menjetek, tehát hogy legyen metanoia. Igen. És egyértelmű, hogy az evangélium, tehát az Istennek tetszett, hogy az igehirdetésnek a bolondsága által, az emberek igehirdetésén keresztül, az emberi, tehát az Isten jóságának az emberi szavon keresztül megjelenése, ehhez köti Isten az újjászületésünket. Tehát ez is világosan jelzi, hogy abszolút bevon bennünket ebbe az egész tervébe, és részesített minket, hogy örökösök, fiak vagyunk, örökösök vagyunk. És éppen délután beszélgettünk erről, hogy sok, akik az eleverendésben hisznek, sokan úgy képzelik el, hogy akkor is minden megvannak az Istennek a pontos terve, és ha azt meg nem találod, akkor neked annyi. Kampó az egész, meg izé. És hogyha valaki benne van, akkor minden meg kell találni. Én abszolút hiszek abban, hogy Isten mielőtt a világot megalapította, már meglettünk benne. És ez csak egy időben bejött ez, de én akkor is a teljes írásból, amit én eddig megértettem a kicsi kis felfogásommal, tényleg parányi, de az, hogy Isten egy atya, aki inkább a gyerekével az egészet egy átadta a tehetségét, a képességét, az ajándékaiból, megosztotta a gyerekkel. Ugye az újjászületésnél azt mondja a pár is, hogy meglettünk ajándékozva mindjárt szellemi áldással, ami ahhoz kell. Tehát az újjászületéskor már egy csomó ilyen természetet belénk adott Isten, hogy együtt alkossunk meg egy világot. De mivel Isten újraéleszti bennünk a Krisztusnak a természetét, és létrehoz, és a fia arra választott ki, hogy a fiához hasonlóan tegyen, ezért gyakorlatilag ez az újraélesztéssel a krisztusi természet élet föl bennünk. Tehát azt is mondhatnám, hogy könnyű az atyának azután együtt tervezgetni, festegetni a fiával, hogy egy új világegyetemet alkossunk meg. Hiszen az ő képére, az ő igéjéből, az ő szavából, ő magából, a Krisztusból hoz elő bennünket, és utána mivel újjászülettünk, és ezek lettünk örökösök, ezért már alkalmasunk vagyunk arra, ennél fogva, hogy együtt alkossunk is a jövőben Istennel. Nem csak, hogy evangelizáljunk meg, hogy tanítsunk, hanem a jövő az nyilván az a teljes arról szól, hogy mi együtt csinálunk, mint az apa a fiával, gyere, barkácsunk együtt, csináljunk egy ólat a kert végébe, vagy fessünk, ott van egy tiszta lap, itt van az ecset, a festék, gyere, alkossunk valamit együtt. És ez ebben benne lehet az, hogy eleve kiválasztott minket Isten, de mégis az eleve kiválasztással bevon minket ebbe az egészbe. És ez jó, de ez akkor ilyen alapon is ez egyetértve, Istennek egyrészt minden igéje evangélium. Minden igéje jó hír. Mert az Isten szájából és mindenben benne ki, van ő maga. És ezért
az ős evangélium, de most ugye nyilván nem fogok ebbe teljesen belemenni, és akkor ha már úgy is játék, akkor nem az, amikor azt mondja, hogy a kígyó fejére fog taposni az asszony magva, hanem már az is evangélium, amikor azt mondja, hogy ennek a fának a gyümölcséből ne egyél. Mert ott jön be az, hogy feltételez és bekapcsol. Tehát nem, azt, nem kötött el a kezünket, igen, lábunkat, hogy közelébe sem mehetünk, nem tett közé viszesárkot, köré viszesárkot, hát hanem kimondta az igéjét, kimondta az evangéliumot. Ne egyél belőle, mert ha eszel belőle, meg fogsz halni. Fantasztikus. Ja, jó. Fantasztikus. Jó. Ja. Jó, bocsánat, ez majd nem nagyon ebbe az irányba elmenni, csak ugye ez Istennek alapműködése, ez a fajta dolog, hogy megóvlak a rossztól, elmondom, hogy mi a jó, azaz mindenről egyél, mert akkor együtt fogunk festegetni, együtt fölépítjük azt, ezt a birodalmat, amire meghívtalak, mint egy ilyen, és ez gyönyörű, ez a vén visszavonok, jó van, tudom. Én megint annyiban kapcsolom, az új teremtés ilyen, tehát igen, a régi teremtés az volt, és mindent elkészített, betette az ember, amikor látta, hogy nem jó az embernek, ez is olyan, hogy Isten nem tudta, hogy miért nem teremtett rögtön Ádámot és Évát, mert nem Istennek kellett rájönni, hogy nem jó az embernek egyedül, az embernek kellett rájönni, hogy szükség van egy társ, hogy itt vagyok, árad rám az Isten szeretete, és úgy szeretnék én is valakit, tehát helyes ez a nyuszika, meg mit tudom én, de ez nem az, tehát hogy kell egy hozzám illő társ, egy valami olyas valaki, aki egyenlő velem, aki olyan, mint én, és akivel ilyen intellektuális beszélgetéseket tudok folytatni, amit a többeket. És mikor az emberben megszületett ez az igény, és rájött, hogy mi az, amire szüksége van, akkor Isten előállította, és mindent előállított. És épp az új teremtés ebben fordul meg, hogy nincs még kész világ. Még csak emberek vannak. Ott meg volt a kész világ, beletette az embereket, szaporodjatok, sokasodjatok. Itt viszont emberek vannak először, és aztán mikor összeáll az eklézsia, összeáll az egyház, összeáll a szent nép, az újjáteremtett nép, az új teremtés bennünk, velünk kezdődik el, akkor szerveződik köré majd az új világ, amit pontosan ilyen módon fog megalkotni az Isten, hogy abban már bele vagyunk mi vonva. Igen. Az már mi magunk vagyunk a mennyei Jeruzsálem. Az a mi közöttünk levő szeretett kapcsolat a mennyei Jeruzsálem, a ház, ahol jó lakni, a város. Nélkülünk már nem csinál semmit az Isten tulajdonképpen. És nélkülünk már nem csinál. Kérdek rá, a message fordításba, amit a Eugene Peterson nevéhez kötődik, de nagyon sok karizmatikus gyülekezet használja angol területen, az Efézus 1-ben, 2-ben, az a rész van, az Efézus 1-nek a végén úgy fogalmaz, hogy az egyház nem periférikus a világra, hanem a világ periférikus az egyházon nézve, mert az egyházon nézve, az egyházból kiindulva hoz létre mindent Isten. És mi sokszor úgy látjuk az egyházat, hogy periférikus a világhoz képest, de valójában Isten igény azt, hogy nem, épp hogy az egyház a centrális, az ő kiindulási magja, népe, az övéi. És a világ erre nézve van, múlik el, majd újra lesz teremtve a világ is, de hogy az egyház a Krisztusnak a teste, az egésznek az igazságnak az oszlopa. Vélem egy kérdés. Alapja is. Na figyeljetek, nagyon izgalmas, amiben, tehát hogy ez a... Igen. Nagyon izgalmas, úgyhogy... El se kezdtük, pont ezt akartam, hogy csomó kérdés van. De egyet még mindenképpen szeretnék, ugye elment az idő. Ha az új teremtés ilyen csodálatos, ilyen fantasztikus, már pedig ilyen csodálatos, és ilyen fantasztikus, és ilyen erő van benne, és ilyen lehetőségek, meg ennyire természet fölötti meg, szóval nem is lehet leírni, akkor miért van szükség arra, hogy mi víztől szülessünk. Mert a keresztény közfelfogásban az van tulajdonképpen, hogy igazán akkor születünk újjá, ha bemerítkezünk vízbe, és aztán betöltekezünk szellemmel, hogy ez igaz, ez tényleg valóban így van, vagy pedig nem így van. Kinek van a lényünknek, mely részének van szüksége arra, hogy miért kell nekünk egyáltalán víztől újjá születni, vagy miért kell nekünk, miért van szükség a Szent Szellemtől való betöltekezésre is. Szerintem itt először is van egy félreértés. Igen. Ugye a János 3, amikor azt mondja, hogy testtől és víztől és szellemtől kell újjászületni, akkor én szerintem nem a vízkereségről és a szentélkerességről beszél, hanem a teremtésről, hogy víz borította a földet, és az Isten szelleme leve. Tehát azt mondja, hogy ez egy ugyanolyan valóságos teremtő aktusa az Istennek, mint az univerzumban, ahogy Pál is ráerősít a második korintusi levélben, az Isten, aki szólt, hogy a sötétségből világosság legyen, ő gyújtott világosságot a mi szívünkbe, hogy a Jézus Krisztus arcán ragyogjon mindig ez a világosság.
Tehát itt erről van szó, hogy ez egy valóságos teremtő aktus. A vízkerességről ugye Jézus azt mondta, hogy így kell nekünk minden igazságot betöltenünk, vagy így kell nekünk a megigazulásunkat teljesíteni. Tehát azt, amit elnyertünk az újjászületéssel, azt teljessé tesszük a vízkerességgel, és ez olyan, mint az ugye az Ószövetségben a szív körülmetélését mondja ugye a Biblia a vízkerességnek. Ez olyan, mint az Ószövetségben, hogy mikor egy zsidó gyermek megszületett a világra, 80 napon körülmetélték. Tehát amikor ha nem születsz újjá, nincs értelme körülmetélkedni. Mert egy meg nem született gyereket nem lehet körülmetélni, vagy legalábbis fizikai képtelenség. De viszont ha újjá születtél, akkor azzal teszed, tehát akkor meghívást kaptál a Szent Népbe, nem tudsz máshova születni, csak a Szent Népbe tudsz újjá születni. És amikor a Szent Népnek részese vagy, akkor meg kell erősítened ezt a szövetséget. Ebben a szövetségnek akkor lesz a teljes jogú tagjává, amikor a szív körülmetélése megtörténik. És itt nincs 8 nap, meg semmi, mert ugye az új szövetség éppen, hogy a fiaknak a szövetsége, és ezért neked kell megkeresztelkedni, az, hogy más megkeresztel téged az akaratod nélkül, meg nincs értelme. Neked kell abban hitre jutnod, hogy te a Szent Nép része vagy, hogy az újjászületésed megtörtént, és hogy te Krisztus követésére oda akarod magad szánni, és szövetségre lépsz, elfogadod az isteni ajánlatot, és szövetségre lépsz az élő Istennel, és mikor ezt megteszed, akkor azonosulsz Jézus halálával, feltámadásával. Most nem akarok ebben már belemenni, de a lényeg, hogy a szövetség kötés ekkor történik meg. Igen. Azt mondja Péter, hogy a vízkeresztség, a vízbe való menetés, az nem a tesz szennyének a lemosása. Nagyon érdekes a görög, hogy a jó lelkiismeretnek a válasza. Sőt, nem is a válasz, a keresése. Keresése, de a jó lelkiismeret keresi az Istent a vízkeresztségben. És reakció. Igen, reakció. Az újjászületett... Vágyakozás az Isten után. Az újjászületett embernek a természetes folyamata. Természetfölötti folyamata. Akkor az új teremtésből fakad? Honnan indul ez a vágy, ez az indulat? Úgy hiszem, úgy hiszem. Hát az új teremtés vágyik arra, hogy még közelebb kerüljön Istenhez. Hogy szövetségre lép. Ahogy a szerelmes vágyik arra, hogy együtt legyen a szerelmesével. És ennek ugye a beteljesedése a szövetségkötés és a nász éjszaka, amikor a teljességet birtokba vett, és még az sem a legvége a történetnek, még az is csak az, hogy ez a beteljesedés, ez még teljesebbé váljon, és mind a ketten ebben a teljességben, a személyiségükben újjá válva fejlődjenek és növekedjenek. Én oda csatolnám a Jézus példáját, mert Jézus példája tényleg nekünk egy eligazodást, hogy Jézus az igazság betöltését tette. Tehát Jézusnál mindig mindenki csapja a biztosítékot, mert kiderül, hogy nekünk teljesen más az utunk, de nyilván utána már nem. Ugye János lezárja az Ószövetséget, előkészíti az Új Szövetséget, hírnökként eljön, bemeríti az embereket a bűneik bocsánatára, nem meríti be azokat, akik nem szívből jönnek, és ezt ugye látja. És akkor jön Jézus, és akkor nem tud vele mit kezdeni. Azt mondja, hát te nem jöhetsz hozzám, hát nekem kell általad megkerete, a szellemi, hogy így mondjam, dimenzióval teljesen tisztában van. És akkor Jézus ezt mondja, ami már elhangzott, hogy így kell minden igazságot betölteni. Tehát amikor arról beszélünk, hogy betöltünk egy igazságot, azt már azért töltjük be, mert az igazságban már benne vagyunk. Vagy bennünk. Tehát nem azért merítkezünk be, hogy mi újjászülessünk, hanem azért merítkezünk be, mert már újjászülettünk. Tehát ez fontos tisztában tenni. Ez az. Tehát a gyerek az egy megfoganással indul, és amikor megszületik, akkor metéljük körül, és utána történik a bemerítés az újjászületésben. Hát ugyanígy a szellemi értelemben is a megfoganásunk azt mondja, hatalmat kapnak arra, János 1.12, hogy Isten fiaivá legyenek. És abban a pillanatban, amikor ez megtörténik, ez az újjászületésnek az indulása. Az összes többi ez ennek a következménye. És nem a vízkerességről van szó, hanem arról van szó, hogy befogadod Jézust. Nyilván a vízkeresztség, ugye, mert megint akkor visszakerülünk, hogy igen, a vízkeresztség az visszaigazolja, hogy ez az igazság. Ha én nem születek újjá, és ennek ellenállok, hogy én nem akarok bemerítkezni, mert nem újra született vagyok, nálam az pont azt mutatja, hogy nem értette még, és még nem történt meg. Viszont abban a pillanatban, hogy ez megtörtént, ez a megfoganás, elindult az a gyerek, és növekszik az anyamébe,
az 9 hónap. Ki akar jönni, előbb-utóbb? De az a 9 hónapot ki kell várnunk, és az egy folyamat. Igen. De már tudjuk, hogy gyerek, már tudjuk, hogy növekszik, nem tudjuk még, hogy... És amikor világra jön, akkor kiderül róla, hogy kicsoda valójában, és akkor elkezdhetjük a felé való bánásmódunkat gyakorolni bármilyen téren. És gondolom, hogy ez így van a szellemi értelemben is, tehát abszolút párhuzamban, hogy a János 1.12 az, hogy megfogam bennünk, és ezzel az újjászületés maga elindul, megtörténik, de ennek a visszaigazolásának meg kell történjen a Szent Szellemmel való betörtekezéskor, meg kell történjen a valóságos metanójának, meg kell történnie, meg kell történnie a gondolkozásból is, az megváltozás. Ha nem történik megváltozás, és azt mondom, hogy újszülött vagyok, az nem igaz. Hazudok. Igen. Róma 6-ban azt olvassuk, hogy amikor újjászületünk, akkor eltemetjük a régi te embert, és a vízkeresztségben. Igen, a vízkeresztségben, és akkor megerősödik az új teremtés, és megvan azt mondja, hogy megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre. Így fejezi be a gondolatmenetet. Lehet ezt úgy értelmezni, hogy az új teremtés, amikor mi bemerítkezünk, akkor az új teremtésnek a törekvése tulajdonképpen előre tör az új teremtés, és a lelkünk, a személyiségünk meg enged ennek? Szerintem igen. Abszolút. Szerintem abszolút. A Lator, aki ott volt a kereszten, most ugye, ha újjászületés nélkül nem lehet meglátni az Isten országát, akkor Jézus tévedett, amikor azt mondta, hogy velem leszel a paradicsomba. Neki megtörtént az egy mondat, az a hozzáállás, az megtörtént. És nyilván nem volt idő arra, hogy leszedjük a keresztet és bemerítsük, hogy aztán visszatér. De megjegyezném, hogy nála jobban senki sem azonosult Jézus halálával. Így van. Rendben van, de igazából amikor azt mondjuk, hogy a bemerítés nem volt bemerítve. Nem a bemerítés. Nem azon volt hangsúly, nem a bemerítésre én azt gondolom, ha ő lejött volna a keresztről, mint ahogy nem jött le, akkor az a új szellem és az újjászültség az bevitte volna őt abba a szituációba, hogy igenis merítsen be. Mert mi történt a Cornéliusnál is az volt, hogy a Szent Szellem érintése, amikor megjött a Cornéliusnál, akkor teljesen egyértelművé vált, hogy az az ember, az abban megtörtént ez a változás, megtörtént ennek a változásnak a lényege, az Isten érintés. És az Isten érintés után azt mondta Péter, hát ezek betörtekeztek Szent Szellem, hát akkor gyerünk. A víz az már most már kicsoda vagyok, hogy visszatartsam. Hát igen, és utána nem azt mondták, hogy én tudom, a 70-es években volt egy ilyen irányzat, hogy be voltjuk töltek ezzel a Szent Szellem, nekem már nem kell bemerítkezni. Mm-hmm. De nem, utána őket is meggyőzte a Szent Szellem arról, hogy minden igazságot be kell töltenünk. Minden igazságot be kell töltenünk. Tehát ezt is, azt is, amazt is, miért? Mert már újszülött vagyok, már új teremtés vagyok Krisztusban, ezért adja magát, hogy számomra ez nem egy ilyen nekem ez már nem kell, hanem pont az ellenkezője. Pont az ellenkezője. Nekem ennélkül nem tudok élni. Igen. Hol van az a víz? Hát mindnyájan. És ugyanígy voltam. És bármi, amit Isten adni akar. És bármi, hogy fejen kell állni, álljunk fejen. Benne volt az autómban, csomagtartóban, ruha csak, hogy már vigyenek keresztelni. Erről van szó. Tehát erről van szó. Igen. Tamás, akarsz valamit mondani? Nem, szerintem. Én még egy mondattal megerősíteném, vagy csatlakoznék, amivel Tamás kezdte, hogy a Biblia... Mindig ő kezdi. A Biblia ott szokott lenni tényleg, hogy amikor Jézus mondta, hogy szükség víztörés szent újjászületni, akkor azt veszik, hogy itt a vízkerestségről beszél. Nem a vízkerestségről beszél, ez én meggyőződésem is az, hogy ezek az összefüggések. Ugye újjászülettünk víztől, az Isten igéjéből. Ezért pont azt mondta, hogy vizet hintek rátok. Ez nem a nagyegyházaknak a megspiccelése. Ez az, hogy Isten a vizet, ami körülvett a teremtést, és a víz, ami az igéje, az élő víz, abból újjá. Azzal együtt, hogy ehhez hozzátéve most már akkor tényleg utolsó szó, olyan egy gyerek, amikor megszületik, akkor tisztába tesszük, amikor szaros, mert anélkül elpusztulna. Tápláljuk, mert ezzel együtt jár. Ha nem születik meg, még meg se fogant, addig nem tápláljuk és nem tesszük tisztába. Tehát az, hogy a megszületett, újjászületett ember utána megtisztul a bűneiből, hogy utána táplálkozik az Isten igéjével, az Isten szellemével, ez mind az élet
életnek a visszajelzése. Hmm. De előbb az élet, előbb az élet, és utána a tisztába tétel, előbb az élet, utána az etetés, előbb az élet, és utána minden. Az öltöztetés, meg a minden egyik. Meg főleg a gyümölcsök, a viselkedés, az életmód, nem lehet bevasalni. Jelzem szoftiból, hogy ami születik, ugye, az igazságban és valóságos szentségben születik, tehát igen. Már nem kakil be. De be kakil. Nem, de ami Istentől született, nem végül. A régi igen. Természet kakil be, vagyis az emberi természet kakil be. Ugye, akkor most mert, nem de most ha az új teremtésről beszélünk, akkor az egy másik téma. Hát ebben igazat kell adnom a Tomásnak, megmondom őszintén. Figyeljetek, hát nem? Értem, hogy mit mondasz, mert én is értem, de azzal együtt azért vitatkozok, az újjászületett természet nem vétkezik. De mivel, hogy még mi ebben a testben létezünk és élünk, mi magunk nagyon testiek tudunk lenni. Plusz az elménk nem ment keresztül a teljes igéhez való transformációhoz, az átváltozáshoz. Ugye az hosszú idő még változatok át az elméteknek az újításán keresztül. Ugye ebben is rész, együttműködünk Istennel, de hát ez hosszú folyamat. Én csak gondold azt végig, hogy a metanoia nem önmagában véve gondolkodásmód csupán. Metanoia egy sokkal mélyebb változás. Az ember azért mondja, hogy az elmétek szelleme által ezt nem is nagyon értjük, hogy ez mit jelent. De ez azt jelenti, hogy a metanoia nem csak a gondolkodásmódot, hanem az egész lényünknek. A szívnek az irányulása mindenben. A szívnek az értelme van. Igen, igen, így van, tehát igen, benne van, ha úgy veszem igen. Most nem csak az intelligencia, hanem az érzelmi intelligencia igen, és a szellemnek igen. A megváltozása. Még az akarat élet is. Tehát tévedés volna azt gondolni, hogy ez pusztán csak attitűd, minden benne van, meg az észnek egyfajta játék. De én a megtisztulást az abban kontextusban értem, és fenntartom, hogy a megtisztulás mégiscsak kell ahhoz. Az újjászületést befejezetté teszi. Tehát nem az újjászületett részemnek kell, hanem a régi részemnek kell oda eljutnia, és amikor megtörténik ez a fajta állapot, akkortól indul egy új helyzet, mert különben ugye nem mondja Jézus, aki nem születik víztől és szellemtől, de ez azért születhet víztől és szellemtől, mert előtte megszületett az Istenből, tehát a logosz spermája, az benne van, ugye nem romladó magból, hanem romolhatatlanból, az Istennek igéje által él, és bennmarad örökké. Most ugye friss élményem van, ezért ilyen képet szoktam használni, amikor ugye természetes módon megszületik a gyerek a világra, akkor jajgatás, szenvedés közepette jön a világra, ordít maga is, és így tovább. De ha valaki újjászületik, az hallelujázva születik meg, ő maga is örül, a mennyei angyalok között öröm van, és az Ekklésiában is, a többi újjászületetben is öröm van, és míg az egyik ember szenvedésből születik szenvedésre, addig a másik Isten öröméből születik Isten öröméből. Figyeljetek, nem hagyjuk abba, még egy kérdést felteszek, mert azért, mert jó lehet, hogy most picit elhúzódott, egy picit később is kezdjük, de hogyha nem teszem fel ezt a kérdést, akkor szerintem nem teljes az egész. Igaz, hogy érintettünk bizonyos részeket, meg hát rengeteget tudom, tele vagytok gondolattal ezzel kapcsolatban, és biztos, hogy rengeteg kérdés felismerül sok mindenkiben. De azért mégiscsak az utolsó kérdésem az lenne, hogyha nem is beszéljük ki teljesen, csak hogy mégis valamennyire, valamilyen mértékben, valamilyen módon azért válaszoljatok rá, vagy mondjátok el a véleményeteket, hogy az új teremtés, ez a csodálatos lény, ami az Istenből jött, és az Istennek... Már nem kakis. Nem kakis, és tulajdonképpen, tehát maga az Isten, maga az ige lett testé bennünk, hogy az ige mondja, ami romolatatlan, ami halhatatlan. Ez az új teremtés. Ez meg tud halni, ez el tud pusztulni, ez vissza lehet csinálni? Most olyan kérdést tettél egy szóval, fel, ami jó, most nem kell, egy szóval hitvallást téve. Zárjuk le ezt. Egy szóval hitvallást, az én hitvallásom, hogy nem. Nem. Én azt kell mondjam, hogy igen, abban az értelemben nem lehet nem megtörténté tenni. Tehát ugyanúgy, ahogy ha egy gyerek megszületik a világra, nem etetik, nem táplálják, megölik, nem tudom mit csinálnak vele, milyen szörnyűség történik vele és meghal, azt a tényt, hogy ő erre a világra született, azt nem lehet semmisíteni soha örökké. Én úgy gondolkozom az örök életről, hogy azt is táplálni kell. Ahogy a testet testi eredelekkel, úgy a szellemet szellemi eredelekkel, ezért van az élet fája, ami gyümölcsöt terem, ezért van az élet folyója, amit inni kell. Tehát igenis az örök életet táplálni kell az emberben. Az örök élet az nem azt jelenti, hogy elejétől a végéig, vagy egy soha véget nem érő élet, mert az élet ebben az értelemben az Istennel való közösség. És ezt a közösséget fel kell tartani, ezt a közösséget táplálni kell, ez a közösség hitből jön létre, ez a hit meg tud lankadni, ez a hit ki tud hűlni,
hitetlenségé is tud változni, Isten mindig hűséges maradt, tehát még hogyha mi hitetlenkednénk, akkor is Isten hűséges maradt hozzánk, Isten oldaláról soha nem lesz ez a szövetség felmondva, Isten oldaláról soha nem fogja Isten azt mondani, hogy meguntalak, ráduntam. Magára hagyom az új teremtés, hogy csinálom, amit akar. Az ördög itt van, a testi természet itt van, igyekszik bennünket elbizonytalanítani ebben a szerelemben, igyekszik bennünket elbizonytalanítani ebben a szövetségben, de mi ezt táplálhatjuk. És mindig van visszaút, mindig van megtérés, senki nem tud olyan messzire kerülni az Istentől, hogy az Isten hűségéhez vissza ne térhetne. De ha elméletileg teszed fel ezt a kérdést, ugye elméletileg lehetséges, én azt gondolom, hogy ha ezt az életet nem táplálják, nem hal meg egyik pillanatról a másikra, nem múlik el egyik pillanatról a másikra, de hosszú időn keresztül tartósan, kifejezetten mérgezik, nem táplálják, akkor bizony ezt el lehet veszíteni. Nekem ez a... Jó. Azt muszáj volt feltenni ezt a kérdést, mert annyi jót mondtunk erről az új teremtésről, de tehát egy olyan csodálatos dolog, hogy ez csak hát ugye nem, abszolút nem vitatkozni, csak egyszerűen ugye az Isten vállalta ezt a, mint ahogy én is vállaltam, és a feleségem is vállalta gyerekszülés után. Tehát itt az az érdekes, hogy az a kis bébi természetes szinten is, ő nem az ő hatalmába van ez, később igen, elismerik. De az megtartatást, ő meg ígérte meg, hogy jó pásztor vagyok, kiesleg előre vezetlek téged, csendes vizekhez, ellátlak téged, megsegítelek, megáldalak, betöltelek, felruházlak, megmoslak, stb. Tehát egyszerűen, mint egy jó apa, mint egy jó anya, hát így mondom, hogy ő garanciát vállalt a mi felnövekedésünkért. És persze, ne ugorjunk ki a kezéből, tehát egyetértek vele, hogy ezt munkálkodjunk, még ne rohanjunk el, amikor ő akar bennünket táplálni vagy ápolni, de számomra egy olyan hallatlanul nagy biztonságérzetet ad az a tény, hogy az Isten kötelezte el magát, amire egyébként te is utaltál, és nem is fog ebben soha visszakozni, hogy az Isten kötelezte el magát a mi megtartatásunk mellett. Bocsánat, Iván, miért mondod? Ne haragudj, egy kicsit erőszakos vagyok. Az új teremtés, amikor újjászülettünk, és még olyan picike volt, olyan csecsemő volt, előre tudott törni, ahogy az előbb leírtuk, abba az állapotába, abban még abban a fejletlen, erőtlen állapotába is meg tudod bennünket győzni olyan dolgokról, amik azért megtörténtek az életünkben. Ez az új teremtésnek a megnyilvánulása volt, hogy hátat fordítottunk mindennek, tehát a bűneinkből, meg mindenből ki tudod bennünket hozni. Ez az Isten. Akkor én azt gondolom, hogy a későbbiek folyamán ez nem tud... Ez az új teremtés ugyanilyen erővel, bármilyen állapotunkban, bármilyen pillanatban előre törni. Csak ezt kérdésként teszem fel a Tamásnak a vizet, Iván, ne haragudj, csak hogy ezt bennem van. És azt gondolom, hogy ha valaki eltávolodik az Istentől, akkor is úgy, ahogy a Pintér Béla dala mondja, hogy az első érintés, amit Istentől kaptunk, az az érintés, ami ott ég a szívében, és vágyik vissza. És azt gondolom, ha van szörnyű bűne az egyháznak, az, hogy ezeknek az embereknek azt üzenő, hogy nincs számuk a visszaút. És szeretné minden elmondani nekik, hogy de van. Igen. De nem tudsz olyan messzire, ha azt gondolod, hogy nem tudom, mit csináltál, és akármilyen szörnyűséget követtél el, tudjad, hogy az Isten ugyanúgy szeretnél, és ugyanúgy vár rád, és bármit mondott neked a felekezetet, jöhetsz Isten. Igen. Azt mondja Jézus, hogy az én juhaim hallgatnak rám, én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Örök életet adok nekik, nem vesznek el soha. Ez elég megbízható ígéret, igen. És csak én vagyok ilyen kötözködő, és ha nem hallgatnak, és nem követnek, akkor igen. Igen. Elvileg abszolút a kérdés izgalmas, meg jogos. Mondom, reggelig itt lesz. A Róma 8-ban van egy... Aki nem hallgat, az nem az ő juha. Van egy érdekes ígéretcsoport, amit úgy látom, hogy egyben van kapcsolva, hogy a egymás után való következősége nem felbontható. Hát olyan, mint egy szukcesszív folyamat, mint egy dominó. Elindul, és akkor dönti az összes többi, tehát egy megtörténik, és akkor nem megtörténni a többi, mert az írásban az, hogy egymás után jönnek. Na. Ez én szerintem, de abszolút lehet másképp látni. Ez a nagyon nem nagy, ez a Róma 8-30. Ige az utolsó, hogy akiket az ő saját terve szerint elhívott, úgy vezeti be, a világ teremtése előtt ismerte őket, stb. A fiához hasonló teszi, de a 30 az, hogy ezeket előre külön választotta maga számára.
Egy első, az egy külön választotta. Azután el is hívta őket, harmadik majd elfogadhatóvá tette őket, és negyedik dicsőséget is adott nekik. Tehát én ezt egy sornak látom, ahogy olvasom meg, ahogy vissza és újra térek rá, egy olyan, hogy elindít egyet, és akkor a másik három következik ebből, hogy akit, azt, majd, tehát akit kiválasztott, vagy eleve, vagy előre kiválasztott, ugye pro-oreo van, eleve kirendelt, előre pro-oreo. Azok, tehát akit azt elhívta, azt. Elhívta, nem mindenkit, azt. Majd azt elfogadhatóvá tette, és azt dicsőséget is adott neki. Tehát én az egész pályafutásomra itt látom a garanciát, nem a saját magam kitartásában, hogy Istennek az igéje azt a benyomást, felismerést kelti bennem, hogy ez így meg fog történni. Tehát a hangsúly mindenképpen itt van vélemény szerint. Tehát az Isten nem van a hangsúly. Igen. Mindenünk szerint. Vita nincs. Ebben nincs is semmilyen vita. Mindenünk szerint. Hát akkor nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek. Jó volt a végére tartani. Ez most itt, szerintem ez nagyon jó végszó volt. Ebben megegyeztünk minden a végén. Úgyhogy szerintem egy nagyon izgalmas téma, ez talán majd még valamikor máskor lehet ezt folytatni. De egyelőre akkor ennyi, úgyhogy akkor itt lezárnánk a hivatalos részét, és akkor...